Na jó, az előző rész az egy kicsikét drámaian ért véget, tehát lag, halál, idegeskedés, a legjobb szent háromság továbbra is. És ahogy látom, a rész laggal is kezdődik, szóval... Ja, most szépen kiderítem, hol haltam meg, de kezdem úgy a faszom tele lenni azzal, hogy valahányszor bekapok egy nagyobb sebzést, gyakorlatilag... A játék összefossa magát, a karakterek maga tehetetlenné válik. Szóval itt... Ezt például kapásból óvatosan törjük be, mert egy ruiner fog minket segbehágni. De nem, gyerekek! Hú, ez nagyon sokat sebez. Ez így már kajak már a játszhatatlan kategóriát súrolja, hogy egy ellenfelet nem tudok bazd meg anélkül leszedni, hogy ne laggolná magát szarrá a játék. És ez megint nem egy nagy nyílt tér. Itt mi a faszomat kell betölteni, hogy ennyire nem bír vele megbirkózni. Egyszerűen nem értem bazd meg, és ez kurvára zavaró. És hogyha valaki azt gondolja, hogy túl sokat szidom, ne is haragudjatok, 2023-ban én megmondom, nem azért fizetek 25 ezer forintot, bazd meg, hogy ennyit laggoljon egy játék. Rohadtul nem. Ezt mondom, ezt a hülye kurvát, bazd meg, még meg se tudom közelíteni, meg semmi. Ott is van, és instakill, bazd meg. Nem tudok hozzá közel menni, ha közel tudok, két más... Ja, hogy most már umbrálba volt. De várjál már. Miért voltam én umbrálba? Én nem... Mi a fasz folyik itt? Várjatok már. Mikor jöttem én át umbrálba? Na, amúgy leszarom már az egészet, amúgy csak ki akarom játszani. Az se érdekel, mennyit hagytam el. Elég erős vagyok szerintem így is. Nem, ez már nemes egyszerűséggel túlzás, hogy... Közel se tudok menni ahhoz a kibaszott ellenfélhez. One shot EUI robbanást, amiből teleport lesz amúgy meg minden. Ez már gecide túlzás, bazd meg, és kurvára kezdem unni az egészet. Ja, akkor jöttem át umbrába, amikor oda mentem. Jó, oké. Mondjuk én nem arra akartam menni elsődlegesen, de mindegy. Hát ezek is bazd meg, hogy non-stop beleugatnak a dolgomba. Jó, itt most a ruinernek mentem bele a hülyeségébe, de azt is unom, hogy ezek a Jancsi szögek bazd meg folyamatosan jönnek belepofázni a dolgomba. Szerintem azt már be tudtam bizonyítani elégszer, hogy az ilyen ellenfeleket le tudom szedni. Akkor mi a redvás faszomnak kell őket erőltetni non-stop? He? Mi a faszomnak? Hogy egy adott ellenfél rohadtul nem amiatt lesz nehéz, amit tud, hanem azért, mert ott lóhol a seggébe hat másik szerencsétlen csöves kis geci bazd meg. Ez továbbra se a jó nehézség, meg a jó kihívás, meg a... az összes ilyen süket maszlagot bazd meg be lehet ide illeszteni egyébként. Továbbra se. De egyébként itt most kaptam valami warningot, hogy ez amúgy nem működik. Itt azért szedtem ki a spellt, hogy úgy már ne healeljen. Ezzel itt valami nem működik, de amúgy nem írja ki a játék, hogy nem működik, csak így visszaáll a kar. Mondjuk az is egy... jele annak, hogy nem működik. Elképzelhető, hogy amúgy ugyanannál... Nem, én ennél haltam meg, tényleg. Csak itt már... Amúgy hiába menekülök, úgyis alám idézi ezt a sok szart.
messze ennyi, ezt a kurva. Szóval... Én csak egy itemet akartam felszedni! Nagyon jó. Én csak egy itemet akartam felszedni erre, úgy látszik, kinyi. Na jó, ez már egy elfogadható shortcut. Ez full véletlen volt, halljátok? Full véletlen. Aggok te. Egy biztos több végigjátszás PS5-ön nem lesz. Egy-két bildelés, igen. Egész addig, amíg nincs meg a 3080-as kártya. Addig majd valamit később kibaszok ebből, de még egy végigjátszás ezen a platformon nem, mert én nem álltatom magam azzal, hogy ezt majd játszhatóra fogják patchelni. Pláne az új karakterrel a mocsárba gyakorlatilag még rosszabb volt a helyzet, mint idáig. Ezt csak úgy itt hagyom. Tehát a közelbe lévő törzsi lényecskéket nem bírja értelmesen kirenderelni a játék a hajuk, vagy cofjuk, vagy tök tudja miük. Az így ilyen 10 FPS-sel megy. Meg ilyenek. Nem, botrányos ahogy fut. És komolyan mondom, aki szerint ez tökéletesen fut PS-en, annak az akkor nem tudom. Akkor neki vagy biztos más PS-ötje van. Ja, hogy ilyet itt nem is lehet? Na mindegy, legalább ezt is lehet. Azt hittem, hogy az Umbrella ettől megvéd. Úgy látszik, hogy ilyet akkor itt nem lehet. Várjál már! De közben meghaltam még egyszer. És mégis nála volt a vigorom. Ja, hülye vagyok. Ennél haltam meg legutoljára. Na, már... Royal Key. Nincs veszve, ez nem jelenti azt, hogy elakadtunk. Ugyanis... lehet itt menni lefele. Talán attól a kartól... Látjuk a le... Oh, nagy lófaszt, innen is látjuk. Gyere, bátya. Boing, 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 boing. És sehova. Hé! És ott a Grievous Strike az úgy... Az úgy hova lett? Ha szabad kérdeznem. Aha, meg még erre is lehet menni. Jó, ezt tudom is, hogy mi lesz. Lag, amúgy, meg... Egyébként... Ja, itt van a Brioche Stone berakva egyébként az inventory-ba, szóval... Ja. Azt hiszem, ez leegyszerűsíti a... Mi a jobb egy Infernal Enchantressnél, egy Infernal Enchantress parazitával? És nehogy azt higgyétek, hogy... Na ott van! Ott van! Tehát amikor bazd meg ide elérnem, gyerekek, ez már nevetséges. Ez már nevetséges.
Látjátok, és akkor még azt a parazitást se legyen könnyű. Ó, oh, bazd meg, mi a faszom itt az. De... Ja, hogy még itt van egy item mimik is. Jó, ezt is leteszteltük legalább. Csak mert én nem az item mimikhez akartam hozzányúlni, hanem én ki akartam jönni a Umbrából. Jó, itt akkor megint óriós judgmentezni fogunk. Semmire nem megyek azzal, hogy a parazitát sima ütésekkel ki tudom izélni. Ugyanis gyakorlatilag az ellenféllel mozog ugyanúgy, a szifonnal őszintén nem jövök ki szarabbul. Meg az ugye messzebbre elér. Az ütögetéshez meg közelebb kell menni. Szóval ez technikailag csak annyi, hogy Umbrában van egy plusz opció. Ja, ilyen messziről ez sajnos nem fog menni, és... De és ott van, bazd meg, ide beér, nem, ez kurvára nem normális. Na. Amúgy ez az előbb ezt a halált így tökéletesen megkoronázta. Ja, még amúgy egy item mimik is. Ami amúgy szép és jó, meg minden, csak nem azt akartam betriggerelni. De tökéletes volt. Ó, nem baj, ki tudok jönni Umbrából, item mimik. Ó, fogd meg a söröm. Ez undorító, bazd meg. És akkor még egyszer hülye gyerek, még egyszer. Ma még fog bármi úgy alakulni ebbe a tetűbaszott kurva játékba, ahogy azt én megálmodtam, vagy felejtsem el inkább. Gondolom, akkor inkább elfelejtem. Aha, ez volt a térképen, ezt kellett keresni. Hogyha itt... Aha. Szóval lejöhettem volna itt is. Nem tudom, hogy mennyivel lett volna egyszerűbb a helyzet. Mert az Infernal Enchantress, amúgy mondom, kurva messziről be tud agrózni, és az, hogy te utána fedezékbe vagy, X fal mögött, őt az nem fogja érdekelni. Nagyon nem. Most viszont már kell az Umbra. Ami azt jelenti, hogy lesz itt egy kaszás. Annyira tudtam, hogy nem nekem lesz elsőbségem. Leszednem a kaszást amúgy inkább, mert nem hiányzik, hogy még ez beagrózon. Egy charge-olt heavy-vel nulláztam is. Jó, mármint, hogy valamennyire elkaptam a Lucent Beam-mel, de a fele a falba ment, szóval... Meg a kaszásoknak alapvetően nincs sok poscsőrjük. Akkor is ez olyan. Na várjál. Most akkor... Hm.
eskü jobban szeretem a lassabb fegyvereket ebbe a játékban, mert ezekkel legalább úgy ér valamit az, hogyha ütök, vagy ilyenek. Mert nehogy azt itt, hogy például egy short sword, például ezeket a kis vízköpőket megszakítja, mert nem. Na jó, és itt most mi az elképzelés, mi a koncepció? Aha, fent kell jönni Umbrába. Oja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 j
Úristen, mi a fasz? Ja, nem kell. Akkor fent kell tovább jönni Umbrában. Mert ez megnyílik. Jó, ez most nagyon jó, mert tudom resetelni. És nekem pont arra lenne szükségem. És... shortcutot is tudok nyitni. Azt hiszem megvan a nem nyílik ki erről az oldalról kezdetű balladának az első díjazottja is. Igen. Ja. Akkor viszont reseteljük és jövünk tovább itt. Jó, komplex a kastélyt. Csak, de nem tudom, annál a karnál, nem tudom, hogy ez most bugos vagy szándékos volt, hogy... Mert idáig mindig kijelezte, hogy meghúztad és akkor... Hát figyelj, bátya, ez nem működik. Itt meg nincs semmi. Itt meg csak így van, azt kész. Itt meg csak így van, azt kész, geci. Azt old meg. Na, még egy kopasz, geci. Royal Key. Doing, 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 doing. Még szerencsére nem mentettem. Szóval, you used royal key. Ez... Ez nem teljesen legfelül van. Leszedem előbb a fenyegetéseket amúgy, mert... ja, azt úgy nem ártana. Szép range-ed van, bátya. Ebay-en vetted. Egyelőre elégedjünk meg azzal, hogy ez itt ennyi. És akkor ugye... Tudunk tovább menni erre is, itt nagyon fent. Valószínűleg erre is kell majd. Ez oké.
még egy dolgot szeretnék letisztázni. Ellenfelek most lelettek írtva. Szóval olyan téren gond egy szál se. Itt volt az a hülye Pinavera. A futós heavy-be azért döglenek meg, mert ott a physical damage sebez annyit, hogy one-shotolja őket, mert a Wither nem fogja őket megölni, csak úgy önmagába. Vagy még akkor erre. Gyerekek, mi a fasz? Mindjárt eldöntöm, merre jöjjek. Előbb még ott fönt azokat a stigmákat, meg a platformokat még megnézem. Aztán szerintem majd eljövök erre. Lagszivatar, geci, lagszivatar, nem érted. Meg kéne reszetelni az umbrált megint. Tesomsz, azt úgy, hogy? Szemből? Aha! Megvagy, te kis csavaros vagy, megvagy! Aha! Remélem valami jó dolog van itt, ha mennyire van őrizve. Az a baj, hogy nincs nálam egy Vestis Siege se pedig. Pedig rohadt jó jönne. Mindjárt jön a tripper. Szintli ki... Az anyádat, nem, jössz te csak oda-vissza. Jó, tudjátok mit? Tovább megyek fölfele, mert közelebb van. Sőt, mi lenne, ha sem erre nem mennék vissza? Újra töltöm a helyszínt, most már tudom, merre kell menni, bassza meg mindenki. Így is úgy is lesznek még én ellenfelek, most mit számít az 20 pár senkihez, akiket le kell szednem. Egyben, meg gyorsan Gyros Pitánál megnézzük a Saintly Quintessence-et. Ha még úgy kéne egy-két darab. És increase strength. Itt tud a Hex. Strength attribute reduce agility. Elemental damage. Mondjuk ez a fegyver nem csinál annyi elementet. Nem, jók leszünk így. Jók leszünk így, és ja. Itt kénytelen vagyok átváltani Umbrába egyébként, sajnos. Te pedig kénytelen leszel. Jó, akkor a dodge utáni heavy-t használjuk ellene, ha az fellöki. És akkor most... Jó lenne ide egy best is, de most kifogytam. Talán kicsikét túl serényen. Művész úr! Művész úr mind a postsőrrel. Van itt belül még egy. Ladák. Shield of the First of the Beast. Heal with. Mit tud a heal with? Increase strength scaling. Én csak gondolom, ez más alapú. Vagy... Így is jó.
Zártokat. Ezt is bassza. Minden fájdalomért, amit nekem kiosztottatok. Kamatos csú, kapjátok vissza. Fasztestűek. Mindegy. Anyway, ahogy az angol mondja. Dimexus. Igen, azt észrevettem egyébként, hogy bizonyos lunatikusok hozzá vannak rendelve egy adott ellenfélhez. Tehát ezek a kaszások például fixen ezt a Dimexus dobják. A lagos kurva anyád. Hú, de tökéletesen fut. Hú, de nagyon tökéletesen fut a játék. King Bramis. The hallowed sentinels must be stopped. We cannot tolerate this any longer. The barbarism they display yesterday is only the latest in a long line of offenses. But we all know there will be many more and greater crimes to come. Surely, monsters. Everything your soul did it is mine to decide. Fate and I. Úgy látszik, a király is megzazásodott itt, nem csak a sentinelek. Úgy látszik, ez a Fitzroy nevű a lovag volt itt az ész az asztalnál. Úgymond. A sztori vezetés egyébként, megmondom őszintén, azt leszámítva, hogy az Umbrál amúgy így nem lett jól bemutatva az elején. Egyébként ez szerintem jó. Na várjál. Várjál, bástya. Most... Na azért! Valamit csak tudtam profitálni ebből, ha te meg már átfújsz az ajtón. Na ezt így fogjuk csinálni, testvér. Melnézést. Allah Akbar! Kisebb izé... Pendant of Infernal Oblation. Deal additional damage to burning enemies. Jó! De ami a még jobb, hogy most már csak egy fel lehet tovább menni. Ami azt jelenti, hogy ha az is zsákutca, akkor beszokunk. Mert ez a lehetőség egyébként fennállhat, amúgy. Csak azért mondom. De nem, nagy valószínűséggel most már arra kell azt azért sikerült behasznosítani, hogy főfele kell menni a kastély legtetejére. Csillagvizsgáló torony, királynak a szobája, mit tudom én. Háló körlete. Oh. Elhagytam valamit. Nem vettem észre a sárgán villódzó itemet a sárgás pirosas háttérrel. Nem baj. Legalább megmutatom, hogy mennyire tökéletesen fut a játék egyébként. Úgy, hogy most semmit nem is kell betöltenie amúgy, mármint ellenfél szempontból. Sword of the Flayed. Strength Inferno. Fire Physical, de ahogy látom, a Fire az fix rajta. Volt már. Viszont a másik mentéssel találtam ott egy olyan Grand Swordot, ami itt viszont nincs meg, az a neve, hogy Fallen Lord Sword. Az is ilyen Grand. Na az viszont csak Inferno és valami B-ról indul. Meg 300 Ignite-ot tud. Ami azért is jó, mert ott meg találtam egy olyan gyűrűt, ami ennek a fordítottja, hogy ha a burnt viszel föl, akkor ignite-ot. Van egy olyan gyűrű is, hogy ha az ellenfélre rárobban az ignite, akkor utána elkezd égni. Szóval megverem kockáztatni, mondom, mind a három mágia irány tetszik egyébként, de megkockáztatom, hogy szerintem az Inferno a legbrokenebb. Mondjuk azért ezt a Radiance-et se kell félteni ezzel a posture damage-el, és úgyis, hogy én most még csak hibridbe használom, tehát persze, sebeznek a spellek, nem gyengék amúgy. Pláne, hogy egyébként kihasználom azt a katalisztot, ami az én statjaimnak a legmegfelelőbb. Na
de azért mondjuk egy SS katalisztal azért úgy megnézném, hogy hogy működnek ezek a spellek, ha mondjuk úgy fölviszem egy olyan 70-80-ig. Arról majd valószínűleg lesz majd build, majd. De majd így párhuzamosan fog futni. Onnantól kezdve, hogy én ezt most kijátszom, nekem ez nem lesz többet elsődleges projekt az a játék. Aztán majd meg lesz az a 30-80-as, akkor majd később PC-n majd lesz belőle később még egy végigjátszás, majd talán. Az a platformon valószínűleg tartom. És akkor ott lehet elengedem a 4K-t, és akkor 1440p very high, és akkor azt tartani fogja a 60 FPS-t. Vagyis hát tudj írja, hogy a 60 plusz szóval esetlegesen talán egy-két drop az még beleférhet. Lord Catalyst. Csak D-ről indít a veréb, és csak 3 slotja van. Az nem tűnik olyan jónak. Gondolom ez is olyan, hogy ilyen hibrid Inferno build, hogy ha alacsonyabb a statod, akkor... Tehát az A meg az S-scalinget nem fogod kihasználni. Mondjuk csak ilyen 30-40 Radiance per Inferno-val. Nem jó? Fú, bazd meg! Legalább a burnt az bookfence-en le tudom magamról vinni, ez is valami. Most meg csak azért is így dög lesz meg. Én így akartam. Még mindig nincsen Vestige Seed-em, ez már botrányos, most már kéne. Nagyon kéne egy Vestige Seed, gyerekek. És mondjuk egész addig még nem is ismerem a területet, tehát persze, hogy elhasználom, úgy érzem, hogy kell, nem tudok így ilyen szempontból előre tervezni. Az itt lehet egyszerűsítve. Mivel oldalról... Megúsztuk. Ebbe a rohamába... Ezt dodzsoljátok ki, ebbe nem jó ötlet beleállni. Unreal Engine 5. Hú, de jó döntés volt, bazd meg. Azért egyszerre kettő ilyennel nem küzdenék. Frostbite Salt. Large Derailleum Shard. Gyerekek, most már egyébként illene egy rendes vesztis. Ez a királynak a hálószobája amúgy. Swaddling Cloth. Lord Mask. Ja, egyébként tényleg a teljes Lord settet azt így hagyd nézem már amúgy meg. Lord Armor. Lord Gauntlet. Az igen! Jó! Ez kemény, ahogy kinéz, meg még kaptam más jól kinéző maszkot is, ugye ez a Skin Stealeré. Egyébként ez se rossz, az alap Corrupted Penitent maszk. Fordított őszhajas történet. Ez full fogyatékos, létszemű, ergo jó.
ugye a ketrec fej az már annyira fogyatékosul néz ki, hogy attól lesz jó. Ja. Meg a pietás kard az olyan könnyű a másik buildba, hogy megengedhettem magamnak a teljes Sovereign Protector szettet, és hát igen, az elég komoly volt. Tehát ez most Fire ellen jó fog védeni. Jó, akkor menjünk ezzel. Elég szép anti-pattern ez a karakter, hogy amúgy azért holy strength, és akkor mellé full az infernós armor. Mi amúgy a swaddling cloth? Smoldering ring, aha, burn elleni resistance. Royal key. Old flayed blanket. Hát... most izé, mit mondjak? Valami key item. Egyébként az kifejezetten nem tetszik, hogy fölveszem az itemeket. Én egyébként még utána is olvasgatnék azt a sztorit. De mi ez a baromság, hogy ha pakoljál Infernóra, hogy el tud olvasni. Ez nem tartom egy jó döntésnek. Akkor ott jöttem, jó. Szerintem ez nagyon nem jó. Erre kell majd jönni. Biztos, hogy erre kell majd jönni. Úgy igazából arra is lehet. Ez most igazából ugyanaz, csak... ennek is van az air range-e, ennek a... Lucent Beam-nek. Nem tudom, hogy itt... Ez biztos, hogy valami shortcut, szóval nem tudom, hogy itt lent kéne most jönni. Menjünk először fent, ott onnan talán több mindent látunk. És nagyon kéne valami vesztizsé. Igen. Igen, itt kell nyomulni. Aha, ott már full voltam. Csak egy shortcutot nyitottam. Remélem lesz itt azért most már egy rendes vesztízs is. Ha más nem, akkor visszamegyek Molhúhoz, azt veszek egy vesztízs szídet, mert lehet tőle venni. De... nem tudom, srácok, azért... jó, tényleg elhasználtam, most így utólag már amúgy nem lőttem volna el olyan sűrűséggel, ahogy... de mondom így most előre, hogyan tervezzek. Ott is van, ide is le lehetne rakni egyet. Faszomat. Szerintem itt az lesz majd, ha... na most amúgy sincsen nálam sok vigor. Esetleg itt... most már csak kéne lennie valami bossnak. Más nem, akkor visszamegyek Molhúhoz, azt veszek egy Vestige Seedet. De... ó, még lehet itt jönni, bossz. Csinálja. Ezért nem akartam kijönni. Annyira sejtettem, hogy ott lesz valami erősebb enemi. Hát jó, akkor srácok, ezt most így csináljuk meg. Ezt most így csináljuk szépen meg. Pláne meg is bőlöd, geci. Úristen. Pláne az ott megint egy kaster lesz. Kéne valami... hát ez egy kis... ide is lehetne Vestige Seedet rakni, de ide se tudok. Bartholomew's Hammer.
Na majd azt nézzük mindjárt, mit tud. Lepke! Ez az! Remélem adsz vesztis szídet, te kutya! Adjá! Ó, hogy bazd meg, akkor ne adjá! Ezt most szépbe csináljuk, nem ér... Érdekel. Meg ezek akkor így nem is tűnnek farmolható ellenfélnek, tekintve, hogy mindig lényegében berobban utána a továbbjutáshoz vezető út. Az meg te... Nem is azt... Mindegy, ez is jó, ezt is töltsük. Még egy lepke, talán majd ő! Igen, ebben nem kellett volna. Adj el. Húzzá innen. Köszönöm. Nem igaz, hogy most meg... Máskor fossa magából azokat a rohadt vesztis szídeket. Most nem kell adni. Nem. Umbrella of Lydia the numb bitch. Istenem, takarodjatok már az utamból komolyan. Nincs mese, akkor szaladok tovább, nincs más választásom. Gyerekek, ez itt már pedig egy boss aréna. Nem, én ide... Veszek ide egy vesztis szídet. Sőt, inkább többet. Van rá keret. Visszamegyek Molhuhoz és veszek. Ezt így nem csinálom. Nem. Át kell szaladnom majd most sok mindenkin, de... Ide fog kelleni. Fog kelleni valahova egy vesztis szín. Azt, bazeg, láttátok azt a rohadt nagy termet? Az ott fixen egy boss lesz. Chosen bearer of the lamp. Veszünk vagy ötöt. Like you, I serve. Ötnél több amúgy sose volt még nálam egyszer se, szóval. Our holy work continues. Let Aureus's will be done. Nincs mese, akkor én most megpróbálok szépen fölfele szaladni, úgyhogy szarok az ellenfelekre. Jó, kellenek a vesztis szídek, ha az ott egy boss lesz, bazd meg, oda olyan... Ha nem is teljesen akadálytalanul, de jó lenne, ha mondjuk úgy... elszaladni, hogy azért nem liheg minden nyomorult ott a seggembe. Most már valahova itt lerakok majd egy vesztiget. Fogadjunk, hogy most meg a lepkék majd dobni fognak. Vesztis szídet. Most én kezdésnek mondok egy olyat, hogy... hogy úgy ide rakjunk egyet. Mert mivel ugye erre kell tovább menni lefele, most ugye kicsit össze vagyok zavarodva, hogy ott azt a másik fentebbi útvonalat, ez így... Vagy nehogy erre voltam? Igen, erre lesz a boss. Az ott biztos, hogy az lesz. Akkor ja, most...
Prestige of the Bloody Pilgrim. Ez egy shortcut. Jó, akkor oda nem biztos, hogy feltétlen megértene, mindegy, most van nálam öt. Igen, ezt itt mondjuk megnézhettem volna, de várjunk már, itt nem kellett meghúznom semmit. Ez itt egy kapu volt? Mindegy. Mindegy, jobb, hogyha van nálam, még van négy. Szóval, ja, most jön akkor az, hogy akkor így gyorsan. Most már csak a Ruiner van, a Conflagrant genyó az nem. Nem jött újra. Ennek nagyon trükkös a időzítése, komolyan. Dír. Relox. Az olyan, mint a relax. Charge attacks deal increased damage. Egyébként arra nekem nem is lenne hülyeség építeni. Igazából a sima strength scaling-es történet helyett ezt be is pakolhatom. Magam úgy, ha lejövök ide. Ja, inkább ide. Ide nyomjunk egyet most. Meg még amúgy itt le lehet jönni. Nem. Nem lehet tovább lejönni. Úgyhogy kicsikét full biztonsági játékban nyomom az egészet. Meg itt ugye eljönnek lepkék, szóval... Ez így jó lesz, így nem fognak beleugatni a dolgomba. Akkor berakom azt a rúnát. Mert ugye... Van egy olyan, hogy Radiant Scaling növelés és cserébe Inferno csökkentés, van egy olyan, hogy Strength Scaling növelés és cserébe Agility csökkentés, és akkor ide Charge Attack Deal Increased Damage. Így is plusz 10-es, így is úgyis A plusz. Jó, mondjuk, azt már Bloodborne is bebizonyította, hogy ugyanolyan betűjéles scaling között is van különbség. Ott is a legjobb sebzést úgy lehet kicsikarni a fegyverekből, még mindig, hogy például legalábbis árkénes fegyverek esetében, hogy beraksz két olyat, ami megnöveli plusz 65-tel a scalinget, és utána meg csak egy olyat, ami megnöveli a sebzés 27%-kal. Tehát ott például S és S között is van különbség. Hát nem tudom, mi lesz, de a fegyverre azért nyomjunk egy buffot. De mivel nagy az aréna, így szerintem az ellenfél is nagy lesz. Vagy pár nagy csoportos óvodás lesz egyszerre. Ez a király lesz. De is van láncolva. Egy kis kiáll a háta. De jó, látszik a cutscene-be a buff. Sundered Monarch. Egy Aureus Judgmentet azt... Hogy bírsz? Várjál már. Alig sebeztem, mégis már fészváltás. Van beled azért, tesi. Mozogni nem ártott volna a lockdown idején. Most egy kővel akar engem agyon verni. Egyszer szoborfejjel. Hú! Az a gamer Bél azért ott van. Figyelj!
stabil kezdés, na akkor most egy Orius Judgment. A postjőre nem igazán akar. Várjál már! Ja, most meggrebelt! Ó, ez... Ez fájt. Neki nem lehet posture damage-et csinálni, vágod? Ebből úgy nem sok mindent láttam. Nem baj. Igen, ezen másodjára sodort el, nem baj, teszteljünk csak egy Lucent Beam-et. És egy Charge Old Heavy-t. Ujjajjaj! Hol a Burn Cure? Keci, milyen EU-ikat csinál már a bátyja? Úgy teljesíthetetlennek, de... Na akkor még egy Lucent Beam. Aha, ez a grab. Érdekes, hogy neki nem lehet posture damage-et csinálni. Au! Tudsz te minden, papi. Az is... Ujj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 
Igen, ezután csinál egy másodikat is. Ugye fölmegy rám a burn. Föl is ment, és meg fogok dögleni, mert nem tudom leszedni. Nem baj, még jövök vissza Umbrába. Tudjátok mit? Én ezt inkább kezdem most előről. Ja. Én ezt inkább kezdem most előről, én azt mondom. Olyan fura volt nekem ott ez a fézváltás, hogy annyira az elején. Ezt kezdem most előről. Igazából a spellekkel ugyanúgy baszogathatom egyébként. Csak ő nem kap posture damage-et. Meg igazából szabad az utam odáig. Szóval... Ja, hogy itt konkrétan csak ennyit kell rajta sebezni. Lucent Beam! Mindjárt fölmegy rám a bleed, szóval... Ez eskütrükkös, az a dupla EU-i. Thank you.
látom, mi történik. Igen, ez... De főri lelki fullost, mert... Úristen, ó, várjál már! Mit a biztonságos? Geci, nem! Ennyi? Ennyi. Ezt a fézváltást nem tudom így hova tenni, hogy így ennyire az elején. Meg valahogy ez is fura, hogy neki nem lehetett posture damage-et csinálni, de amúgy... Elment. Szép látványos volt. Voltak trükkös éjújjai, amikor csinálja ezt a dupla körzést, meg ugye amikor a levegőbe robban egyet, aztán leérkezik és abból is robban még egyet, az aláírva az ötletes volt. Hát legközelebb tele tűzdelem majd spellekkel. Most egy Orius Judgmentnél megálltam, majd legközelebb nem fogok. majd legközelebb ilyen 3-4 lesz a minimum. Nézzük meg, mit lehet belőle csinálni. Remembrance of the Thunder, the Monarch. A Thunder az ilyen szaggatott vagy széttépettet jelent. Mondjuk azért kiállt egy pár bárda hátából, meg spear, meg ilyenek. King Brahmis 17. Queen's Head Hammer, Strength Inferno. Heavy Memento, Heavy Shield. Melted Crown. Infernal Decree, Summon a Rain of Infernal Swords from the Sky. Figyeljetek. Viszont... karaktelen mesztelenül töltődött be. Itt fogok jönni Umbrából. Itt van a trónja. Remembrance és... Csak hogy lássak is valamit. Child, for you have been deceived and enslaved by forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. Szám minket, hogy megvezettek. They speak of light
while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. Enter the Rogar realm. Do nothing. Tehát választást kínál nekem, ami olyasmit, amit a többi oldal ugye nem. Ez a szett, ez kurva jól néz ki amúgy. Mondom, most küzdünk meg Adirral, vagy... Bár ha azt mondta, hogy választást kínál, akkor... Töltődik be a karakterem, te! Ez lenne a dír. Az első játékban egyébként ő így nem testesült meg, csak így pofázott hozzánk. Nem igazán úgy tűnt, mint hogyha választásom lenne, de várjatok. És itt most hol a boss? Amit hogy... Gondolom ő lenne, de... A zene az már is megfogott, azt tetszik. To open your eyes to their manipulations. For millennia of shameful distortions of the truth. For eons, I stood as mankind's guardian, shepherding them with wisdom and love. Yet in return, I was betrayed. Those three power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. Nem mondjátok, hogy ilyen skriptelt izé lesz a boss egyébként. The judges and their crazed followers killed those who remained loyal to me. Even when I created the Rogar as a means to put an end to the madness, they too were no match for the heathen forces. In the end, even I fell. Although the judges found themselves unable to kill a god, despite their best efforts. Gyerekek, itt most mi lesz az elképzelés? Egész hadsereggel kell megküzdenem, vagy? In a world left blackened and corpse-choked by their crusade, the judges banished me to this barren realm, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set about ruling themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how little time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods. Szedem le a követőit, és úgy megy le a HP-ja. Their real ambition all too clear. Amúgy figyelnék arra, amit mond, csak így nehéz. Ó, nem lesz ez így jó, hogy
Na jó. Nehéz tüzérséget akartok, faszom. Várjatok már, mert mi a fasz? De ez így nem jó, bazd meg, hogy ezeket le se tudom szedni, mert... And what of other beings who claim godhood? Where are they? What of Aureus and the abhorrent abhorrent creature? Creature. Amúgy nem mond hülyeséget olyan szempontból. De ne bassza meg az így, tehát hogy most egy ilyen common mobnak a közelébe se tudok menni. Ú, gyerekek, tudjátok mit, én ide most fogom és berakom szépen az invigorating aurát, és ezt akkor megoldjuk Heal-dal. I am not your enemy, only what my own enemies fear. The loss of the dominion they have established for themselves in my absence. Bazd meg, nem látok semmit, baszomat már. Now. You are in the presence of a god human. Azért egyből megváltozott a hangod a végére, mikor közel kerülök, hogy elpusztítsalak. És most előről kezded a dumát? Bár levittem a HP-ját. Jó, és most mit kell? Mi az elképzelés? Levittem a HP-ját. Nem mondod, hogy ennyiből állt a nagy Adir, a bukott isten, a játék final bossa? A motivációit megértem, de... Ez lett volna a final boss? Ne basszatok ki velem, hát ez kurvára antiklimatikus így. És... A karakterem meg elporlott. Fallen? Light of the Umbrella, Satiation. Elszívtunk egy istent a lámpánkkal. Aureus' will done by his heresy tainted champion. Rewarded all. Tehát az a jutalmunk, hogy kiirtottuk Adirt, hogy mi is elpusztultunk, mert attól függetlenül mi eretnekek vagyunk, mert azt az umbrális lámpát használjuk. Purify those deemed transgressors. Aha. In light. They. Fall. Tehát, hogy így most, hogy így, hogy most Adir elbukott, így most akkor ez az Aureus nevű isten hajtja az uralma rá az emberiséget, is. És így akkor most feltetjük azt a kérdést, hogy Reach the Radiant Ending. Hogy így ez mennyire számít jónak, hogy most egy másik isten hajtja az uralma alá az emberiséget, és most meg azok lesznek kiirtva, akiket ők gonosznak titulálnak. El lehet skippelni a cutscene-t. Hát, gyerekek, you unlock the new class, Radiant Purifier. Azt a talizmánt felismerem. Ez jó dolgokkal kezd. Nem kezdünk New Game... Mondom, nem kezdünk New Game Plus-t. Na várjatok, most már...
plusz egy restart game 0. És annak mi értelme, hogy restartolom? Jó. 131-esen kivittük a játékot. Hú, hát ez a final boss ilyen szempontból nagyon-nagyon csalódás volt, gyerekek. Valami jobb harcra számítottam, nem az, hogy itt most a kultistákat leírtogatom, és akkor ennyi volt a nagyisten. Amíg a játékot illeti, úgyhogy most kijátszottam, mondom, több végigjátszás ezen a platformon nem lesz. A buildelgetésbe belemegyek majd, mert az érdekelés, ahogy látom, sok a lehetőség. Ha meg majd meg lesz az a jobb videókártya, akkor majd a jövőben PC-n lehet szó róla, de nekem így most ez így bőven elég volt, így magamnak majd így eljátszogatok vele, úgyhogy közben majd megy a Lies of P. Abból tervezem most kinyomni azt a Motivity-s buildet, és akkor majd utána jön a technikes végigjátszás, illetve hogy is mondjam, tehát hogy kéne csapatni valami értékelést is a játékról. Őszintén nem tudom, hogy hol kezdjem, srácok. A helyzet az az, hogy nem érzem azt, hogy most górcső alá kéne venni egyesével az összes hibát és pervagy az összes olyan dolgot, ami nekem nem tetszett, ugyanis szinte minden, sőt nem szinte, hanem minden ugyanarra a két problémára vezethető vissza. Nincs kivétel. Az egyik az az, hogy ez a félamatőr balfasz csapat elég erőteljesen túlvállalta magát. A másik, nagyon nem értik a Dark Souls, nagyon nem értik, hogy a Dark Souls mitől volt sikeres, időtálló és népszerű. Kezdjük az elsővel. Itt leginkább az Unreal Engine-t és az azzal járó performance problémák teszik ki a dolgoknak a 100%-át. Jaj, hát ez ilyen a konzol, hogy enge nem bírja. De akkor mi a redvás faszomért álltak neki úgy fejleszteni egy olyan engine-be, amiről tudták, hogy 3-ból 2 platformon nem fog jól futni, ha a fene fenéteszik is. Vagy nem tudták, és elbízták magukat, hogy majd megoldjuk, mert szerintem nem kellett volna bevállalni egy olyan engine-t, amiben ennyire nem megy az optimalizáció. Ne értsetek félre, szép lenne a világ, de mit ad hozzá az UE 5? Ezt nem lehetett volna UE 4-be megcsinálni? És akkor mondjuk nem küszködne PS5-ön performance módba, bazd meg. Tehát, hogy mérhetetlenül fölbasz, hogy egyébként ténylegesen a játékban lett volna potenciál, meg az irány az megvolt. Azonban a potenciál az nem egyenlő a garantált sikerrel. És én úgy gondolom, hogy a mérhetetlen nagy hype-hoz képest a játék az nem igazán tudta annak a töredékét sem megvalósítani egy palfasz amatőr csapat miatt sajnos. És akkor értitek, még a patch-ekkel se az a fontos, hogy a performance legyen javítva, legalábbis konzolon. Én ezt tapasztalom első kézből, hanem a nerfelgetések, meg a Scarlet Shadow-nak a megölhetetlenre való buffolása, hogy ez meg a másik, hogy ezeknek a barmoknak olyan szinten törékeny egójuk van, mint a szemét, hogy minden egyes alkalommal, amikor valaki talál valami kiskaput ebbe a játékba, egyből állnak neki balanszolni. Rosszul lettek eloszva az erőforrások, véleményem szerint PvP-re semmi szükség nincsen ebbe a játékba. Most a kópot azt inkább hagyjuk. De én úgy gondolom, hogy ha abban nem fetszölnek bele ennyi energiát, akkor nem tudom. Tehát azt fordíthatták valami hasznosabb dolgokra is, mondjuk, mint például optimalizáció. Na mindegy. A másik a komolyabb gond, hogy nem értették, hogy a Dark Souls mitől volt sikeres és időtálló. Elmondom még egyszer. A Souls-ok sose voltak unferek. Ennek a játéknak, a Dark Souls-nak, Souls franchise-nak mindig is a világ felépítésébe az egyedi, kicsikét sötétben tapogatózva hagyós történetmeséléssel volt, mindig is ebből állt a sikere, hogy ténylegesen a játék eléggé unorthodox módon akkoriban más játékhoz képest hagyott szabadon dönteni, hogy fiacskám, mehetsz jobbra, mehetsz balra, mehetsz felfele, mehetsz lefele, és 4-ből 3 irány lehet, hogy nem lesz jó, lehet, hogy bele fogsz tenyerelni valami olyan területbe, ahova még mondjuk nem vagy elég erős, meg ténylegesen a trailerekből, a cutscene-ekből, meg az NPC-kkel folytatott beszélgetésből kell kitalálnod, hogy akkor pontosan mit is csinálj, úgyhogy az általános feladat amúgy úgy meg lett említve. Nincs térkép, stb. Tájékozódjál, old meg. Ez egy dolog, de ezen felül van egy olyan kulcsfontosságú szó, amit egyik csapat se ért, és az a balansz. A Souls az sose kevert bele unfair szituációkba, maximum magadat tudtad megszivatni vele. Maximum magadat tudtad megszivatni a játékban, és az a baj, hogy a Souls körül kering egy olyan kép,
Amit már a büdös életben nem fog tudni sajnos lemosni magáról, és ezért egy nagy kár, hogy ott ez egy agyatlan rage game, hát ez... itt a kontroller törés tesi az mindennapos, de mellette nem mondhatod semmire, hogy szar. Azért azt kezeljük már a helyén. Tehát, hogy itt ez ilyen, hát ez unfair, ez egy rage game, hát ez azért jó, mert nagyon nehéz, és minden csapat ezt próbálja meg túlkompenzálni. A Lies of P is ezt csinálta a boss kombókkal, meg a kivéreztetéssel, meg az ilyenekkel. Mondjuk ott egy kicsikét másabb a helyzet tekintve, hogy a harc is szekirós. Annak a játéknak is megvannak a hibái. De az egy olyat tudott nyújtani, pláne egy új csapattól, amit ez nem letisztult, nem volt benne túlvállalás, jól futott, és nagyon kevés bug volt benne, és megmondom, hogy úgy el fogja mosni ezt a játékot, legalábbis remélem, mint az esővíz a csöves szarszagot a belvárosban. Mert egyébként ezt is érdemli. Láttam olyan kommenteket is, külföldön nagyon-nagyon szeretik így, ahogy is mondjam, így túlérzékenyíteni a dolgokat, hogy jaj, hát... támogatni kéne a City Interactive-ot, hogy ez így nem volt rossz elsőre, nem trashelni kéne őket, hanem támogatni, és akkor majd jobban csinálni. A világ nem úgy működik, hogy te befektetsz a csirke szarba, azt remélve, hogy majd később csirke saláta lesz belőle. A játéknak az első pár órája a legkritikusabb, ugyanis első benyomást, tudjátok, beszéltem erről az első részben. Egy új player szerintetek mi alapján fog dönteni? Nem az első pár óra alapján? Nem az lesz a kritikus? De majd biztos bele fog ölni 20 meg 30 órát, hogy majd utána jó lesz. Holott spoiler, nem lesz jó. Hogyha a játék egy adott irányba elindul, már az elején, például most vegyük az ellenfeleknek az elhelyezkedését, az a későbbiekben már nem fog drasztikusan változni, az már ugyanolyan lesz, csak max még rosszabb. Ami ténylegesen pozitívum, az a világnak a felépítése. Ha parasztul fogalmaznék meg nem elismerően, akkor azt mondanám, hogy jól tudnak másolni az Elden Ringről, de a világ az egyébként tényleg nagyon-nagyon szépen fel lett építve, plusz rájön erre az Umbrán réteg. A felfedezés élménye az ott volt, tetszik az, hogy ritkán vannak a checkpointok, mert egyébként tudsz magadnak csinálni, szép szerteágazót, néha már kicsikét követhetetlen, de azért menedzselhető. Erre New Game Pluson megoldják azt, hogy nincsenek checkpointok a Heberien kívül, csak az az egy, amit pakolgasz magadnak. És akkor ne basszom meg az ideg komolyan. Na mindegy. Szóval a világ torony magasan a legerősebb pontja. A hangulatot egyébként jól tudja hozni. Umbrálon belül és kívül is, de főleg belül tényleg ezt a lehúzó, nyomasztó dark fantasy-s hangulatot, ami egyébként a szószoknak az egyik sarkalatos pontja. Ez tényleg átjön. Tényleg nagyon-nagyon átjön. Még a sztorival is úgy kivagyok békülve viszonylag. Az egyetlen, amit hiányolok, hogy ez az Umbrál, ez nagyon-nagyon nem lett fölvezetve, csak így ez a... Van ilyen. Van ilyen is. És így ennyi. Holott ez pedig még úgy ténylegesen jó. Fasz, hogy Harkint is visszahozták, meg ugye Adri is itt volt, Antanasra is volt utalás, ugye ők voltak a kulcsfontosságú karakterek az elődben. És úgy gondolom, hogy az elődöt azért sikerült megváltani, mondjuk valljuk be őszintén, azt nem volt nehéz. Ne játszatok vele, max ilyen katasztrófa turizmus jelleggel menjetek vissza, de nem jó, nagyon-nagyon nem jó. Meg alapvetően a bosszok is, a rendes cutscene-esek, azok a bosszok, a többit azt nem vagyok hajlandó annak nevezni. Nagyon jól néztek ki, a soundtrackek is jók a játékba. Kicsikét sok volt az ilyen gimmick boss, mint például a Spurn Progeny ott a platformozással, a Holló a kisebb enemy hadsereggel, akkor most így Adira végén. Nem azt mondom, hogy minden egyes bossnak egy kétfézes gyilkológépnek kell lennie, ahol nagyon skillesen ki kell dodzsolni, meg blokkolni, mindent is akkor meg lesz. Kell egy-egy ilyen is benne, csak szerintem aránytalanul sok volt. Meg úgy a balansz valahogy a story bossok irányába nem kedvezett, hogy azok szerintem... Nem mondom, hogy nevetségesen könnyűek voltak, de úgy 3-4 tryból szinte mindegyik lement úgy igazából. Ami viszont a negatívum. Most kezdem ilyen... pár olyan hülyébb döntéssel, amire úgy semmit nem tudok találni, csak az, hogy benne van a játékban, hogy benne legyen. Hogy tudjanak vele flexelni, hogy nálunk ez így működik. De semmi értelme. Tehát például az, hogy leszeded az ellenfeleket, és az értük kapott lelkeket még be kell gyűjtened külön. Tehát az nem elég, hogy leszeded az ellenfelet. Mi a jó ebben? Vagy ott vannak a paraziták is. Mit adnak hozzá a harchoz? Azon kívül, hogy csak plusz egy felesleges dolog, egyébként, amivel foglalkozni kell, és összességében így az egész játékról, nem tudom, nem mondanám azt így, hogy nehéz, hanem inkább így el van bújtatva, egy csomó fölösleges baromság ott van, amiket ha egyesével lenyesegetsz, akkor utána nem nagy szám a harc, valljuk be őszintén.
És ez szerintem az egyik legnagyobb gyengeségére most meg is adta a kellő felvezetést, az enemy placement, az ellenfeleknek az elhelyezkedése. Nem értik a Dark Souls-t. Nem attól lesz nehéz egy játék, hogy mindenhova genkeket raksz. Az a nehézségnek nem egy jó formája. Ez inkább kivéreztető, olcsó, fos. Gyakorlatilag a lehető legigénytelenebb módja annak, hogy növeld a nehézséget azzal, hogy két ellenfeje helyett odaraksz 6-ot, 8-at, 10-et bazd meg, úgyhogy mellé a target lock olyan katasztrofálisan szar, hogy nem gondoltam volna, hogy én valaha ilyet fogok mondani, de visszasírom a Dark Souls 2-ét bazd meg, úgyhogy azért is egy trash volt. Hogy ott is, ott van előtted az ellenfél, nem azt lokkolja be, hanem oldalra van, másik oldalra van, fölötted, alattad, hátad mögött, tetűfos okádék a target lock. És ha már ennyi ellenféllel kell egyszerre küzdeni, akkor ehhez kvázi egy tökéletes target lock kéne, csak úgy megjegyzem. Valamint a karakternek a mozgása is szerintem mérhetetlenül gagyi, a futás bazd meg, az tényleg olyan, hogy rohan a karakter, mint a hókotrós, akinek szarnia kell, bazd meg. Vagy a gurulás is, hogy visz magával a lendület, de ha lokkolva vagy, akkor meg szinte semmi, az ugrás az szánalmasan kicsi egyébként, elakadsz léptennyomon minden szarba, ez a lepattanó fegyver is egy baromság egyébként. Jézus atya fasza úristen. Ja, meg hogy a futásban az ugrás és az interakt az egy, mind egy inputra van mappelve. Egy újabb remek döntés. Valamint a menü is olyan félkésznek tűnik, ezt az utóbbi időben vettem észre, hogy például ha adogatod el a cuccaidat, mindig elugrál a kurzor, tehát hogy nem az van, hogy így sorba ezt eladom, átugrik a következőre, hanem így eladom, leugrik, és hogyha megnyomom a D-padot, akkor át fog ugrani arra az itemre, amit amúgy használnál is, meg minden. Szóval az a része nekem ott olyan nagyon-nagyon bugosnak tűnik meg, amikor veszel merchantoktól mondjuk dolgokat, és akkor ez a nem csak annyit enged kijelölni max a játék, amire van keret, hanem kiengedi jelölni az összeset, és ez a fölösleges köröket futunk. A lámpást is eladták úgy, mint hogyha ez lenne a legjobb dolog a szeletelt kenyér óta, és igazából csak arra fogod használni, hogy lelögdössé vele ellenfeleket. Tehát közel se olyan nagy szám, mint ami ennek eladták. A bossoknak a fele, mert annó ez is volt érv, hogy 30 boss lesz a játékban, mire mennek vele, hogyha a fele lényegében egy common mob. Vagy common mob család. Mert ezek ismétlődnek, a viking a három farkassal, bazd meg, az íjász csaj a két kutyával, az összes ilyen értéktelen gengszar, ezt én nem vagyok hajlandó boss fightnak nevezni, pláne, hogy utána common enemy-nek megint ott vannak, nagyon-nagyon kevés ellenfél van, ugyanazokat kapod riskinelve, az a része, ez nagyon aljas speciál. És még akkor a kombattal is vannak gondok. A parrynek a regisztrálása, meg úgy összességében az inputoknak a tárolása, az a kedvencem, amikor úgy csinál a karakter magától charge-olt heavy-t, hogy már rég nem nyomom az R2-t. Nyomva meg nem is tartottam, szóval ezen még úgy jó lenne kalibrálni valamit, és hogy is mondjam, nem tetszik az se, hogy így hozzáállnak a patchekhez, hogy rohadtul nem az az elsődleges, hogy játszhatóvá tegyék, hanem az, bazd meg, hogy ellehetetlenítsék a kiskapukat. Tehát, hogy most ez a legutóbbi volt a mintapéldája, tényleg a Scarlet Shadow-nak a megölhetetlenre buffolása, bazd meg, a boss fegyverekhez is nyúljunk hozzá, majd utána ne csináljunk semmit az elvesztett upgrade anyagokkal, csak miután a játékos bázis elküld minket a kurva anyánkba. Nevetséges, komolyan mondom. Egy szerencséje van a játéknak, hogy az Elden Ring expansionje nem most ősszel jött ki, ugyanis akkor halva született volna. Mire így is kijön majd 2024 elején, addigra ez a játék egy utógondolat lesz, gyerekek, szóval nem jósolok neki hosszú jövőt. Tényleges az, hogy ez csak egy Souls-like lett. Csak egy Souls-like lett, amiben megvolt a potenciál, megvolt a jó irány, és rohadtul nem tudták kiaknázni. Ami részemről olyan 80%-ban dühítő és 20%-ban csalódást keltő. Mondjatok nekem egy olyan Souls-like címet, ami a mai napig, ami időtálló és sikeres lett. Mert a sikert most ne úgy nézzük, hogy persze valószínűleg kerestek vele egy valaki pénzt, hanem hogy időtálló maradt a játék. A Neo nem számít, mert az nem Souls-like. De várok, mert megsúgom, nincs ilyen. Szerintem akkor itt az ideje átevezni egy kicsikét másabb vizekre, így hogy a játékról lényegében most első körben mindent elmondom, amit akartam volna. Volt rengeteg ember egyébként az én videóim alatt is, vagy más ismerőseimnek a videója alatt is egyébként, aki mondjuk sokkal pozitívabban vélekedik erről a játékról, mint én. De mellette egyébként el tudja azt fogadni, hogy én meg így vélekedek róla.
és azt mondom, hogy emelem a kalapomat az összes ilyen ember előtt, mondjuk már ez is olyan fura, hogy bazd meg kell dicsérnem, annyira egy kifordított fos ez az egész világ, hogy meg kell dicsérnem a normális viselkedést, amikor ennek kéne lennie az alapnak. Ugye, és én a végigjátszás alatt egyszer nem mondtam, hogy velem mindenféleképpen egyet kell érteni. Neked is azt kell gondolnod a játékról, amit nekem. És tilos szeretned, semmi ilyen nincsen. Ha neked a sok hibája ellenére egy pozitívabb élményt nyújtott, mint nekem, akkor azt mondom, hogy jó neked. Tényleg. Tehát, hogy egész addig, amíg ez egy őszinte vélemény, és mondjuk nem akarod ráerőltetni másokra, addig ez teljesen jó. Meg nem azért vettem meg, mert én előre tudtam, hogy szar lesz, és majd szanaszét fogom fikázni, azért vettem meg, mert érdekelt. Most az, hogy azt mondom el róla, bazd meg, amit látok, és az egy ilyen formát öltött, de hogyha már témánál vagyunk, már egyébként a Lies of P során eszembe jutott ez. Akkor még precedens úgy nem igazán volt az én videóim alatt, inkább csak más csatornáknak a komment szekciójában, meg csoportokban. Meg ugye ennek van előzménye is, már az Elden Ring körül is keringett ez a guztustalan toxikus pozitivitás, a Wolong alatt is kicsikét, és úgy gondolom, hogy három a magyar igazság, ez a játék koronázta meg végleg. Itt már volt rá példa nálam is, másnál is, Reddit, Facebook, bármilyen komment szekció, eljutottam arra a pontra, hogy nekem gecire betelt a pohár. Szóval ki fogom majd dobni egy videót erről az egész témáról. Összeszedem majd egy kicsikét a gondolataimat, hogy azért egy összefüggéstelen kurva anyázás legyen az egész, de készüljetek be egy 15-20 perces rendre, és akkor nem fogtok csalódni. Nem tudom, hogy ezt így most mikor fogom kidobni, szerintem a jövő héten biztos. Nem tudom, hogy az lesz az első, lehet előbb a Lies of P-ből kijön a Motivity Build, bár most amíg friss az élmény, most kéne, szóval. Ja, egyezzünk ki abba, hogy ez lesz a következő videó. Akiket becélzok vele, azok nyilván nem fognak neki örülni, mondjuk az is a célom, hogy ne örüljenek neki, az a célom, hogy kibaszottul fájjon nekik minden egyes kurva szavam, de mellette szeretnék arra rámenni, hogy senki olyan ne vegye magára, aki értelmes. Szóval arra már így előre bekészültem, hogy kicsikét megosztó lesz, de tényleg kész, nincs értelme tovább halogatni az egészet, elkerülhetetlen. Szóval így most, ja, ennyi. Azt hiszem nem maradt semmi más, mindent elmondtam. Akkor azt hiszem csak az maradt hátra, hogy köszönöm szépen a figyelmet az egész végigjátszáshoz, aztán majd lesz még tartalom ebből a játékból, de nem most rögtön. Le tudom ezt a kis laza tavaszi rendecskét, igaz, hogy tél van, de mindegy. Aztán meg akkor majd Lies of P, meg mi egymás. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!